Szerettem volna egy nagyon fontos dologról beszélni, ami a szeptemberi hónapban nagyon fontos lesz az önfejlesztés útján járó személyeknek, meg egyébként mindenkinek. Egyre inkább tisztán kapom az üzeneteket, egyre inkább elhiszem azokat az üzeneteket, amiket kapok, és a legutóbbi pár kezelésem, reiki kezelésem alatt a vendégeimnek mondtam, hogy folyamatosan visszatér valami, az pedig nem más, mint hogy a következő hónapban, vagy ebben a hónapban nagyon fontos rávinni a figyelmünket arra, hogy milyen szavakat mondunk ki. Mivel olyan hihetetlen teremtő erővel bírnak a kimondott szavaink, amit az elménk szinte fel sem tud fogni. Viszont fontos lesz erre odafigyelni. Mindig is az volt, de most olyan energiák működnek, olyan energiák vannak jelen, ami egyre gyorsabbá és gyorsabbá teszi a teremtésünket. Tehát nagyon fontos megfigyelned azt, hogy mit teremtesz akár a szavaiddal. Hogyha újra és újra megerősítesz valamit a szavaiddal, amit nem szeretnél megteremteni, akkor ne csodálkozz, hogy ez jelen van a valóságodban. Tehát kezd el megfigyelni azt, hogy milyen szavak hagyják el a szádat, mert mindegyiknek meg lesz a következménye. És most már nem heteken, hónapokon, éveken belül. Valamikor már aznap megkapod az eredményét, vagy egy pár napon belül. Egyre gyorsabb és gyorsabb a teremtés folyamata, hiszen egyre nagyobb erők ébrednek fel bennünk. Ha tudatosan, tudatosan, ha nem, akkor nem. De olyan szintű erő van abban, hogy milyen szavakat mondunk ki, amit tényleg az elme szinte fel sem tud fogni. Tehát nagyon fontos megfigyelni, hogy mit mondunk. És a szeptemberi hónapban ez lesz az egyik legfontosabb dolog. És hogyha olyan dolgokat mondasz ki, amit nem szeretnél, hogy megteremts a valóságodba, akkor korrigáld. És kezd el rávinni a figyelmedet, hogy azokat a dolgokat mondd ki, amiket viszont szeretnél tapasztalni. A gondolatnak is hatalmas teremtő ereje van, de a kimondott szónak még nagyobb. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy rávidd a figyelmed arra, hogy milyen szavak hagyják el a szád. Legyél rá figyelmes, és nagyon sok mindent meg fogsz érteni az életeddel kapcsolatban. A másik dolog, amit a szeptemberi hónapban nagyon fontos lesz megfelelően kezelni, az érzelmi méregtelenítés folyamata. Olyan energia löketeket kapunk annak érdekében, hogy az ébredés folyamata egyre gyorsabb és gyorsabb legyen, és egyre több ember tudjon felébredni, ami rengeteg traumát, rengeteg blokkot tud felszínre hozni. Érezhetjük a mostani kollektív energiát, és ez fontos kiadni magunkból. Mert hogyha most ezt elraktározzuk, akkor csak még több dolgot pakolunk arra, ami már eddig is el volt bennünk raktározva. És ebben az időszakban én azt vettem észre, hogyha valaki nem áll ellen az érzelmeinek, amikor felszínre törnek, akkor hihetetlenül gyorsan meg lehet szabadulni olyan traumáktól is, amikkel esetleg korábban heteket, hónapokat, éveket, vagy valaki akár egy egész életet dolgozik, hogy feloldja. Tehát figyelj oda arra a szavaidon kívül, hogy milyen érzelmek kavarognak benned. Mi okozza, mi történik, figyeld meg, és hagyd neki teret. Hogyha ok nélkül leszel dühös, akkor találd meg a módját, hogy kiad magadból ezt az érzést. Úgy, hogy ne árts másoknak és magadnak, ez természetes. De ne nyomd el most ezeket. És teljesen rendben van, ha úgy érzed, hogy olyan, mint hogy egy érzelmi hullámvasúton ülnél. Mivel szinte azon ülünk mindannyian. Csak valaki tudja, hogy mi zajlik, és ezért teljesen jól tudja kezelni. Meg vannak olyanok is, akik csak azt érzik, hogy egyszerűen nem tudják, hogy mi történik velük. De teljesen normális az, hogy az érzelmeink össze-vissza csapognak jelen pillanatban, mivel egy olyan méregtelenítés, felemelkedési folyamatnak a közepén vagyunk, aminél nagyon fontos letenni bizonyos dolgokat ahhoz, hogy a következő szintre tudjunk lépni. És ezt viszont tényleg úgy tudjuk letenni, hogyha megéljük.
Tehát találj olyan módszereket, amikkel számodra könnyű a gyógyulás. Most lehet ez légzésgyakorlat. Ilyen van a csatornán, a videó alatti leírásban beírom a linket. Légzésgyakorlat, különböző meditációk, vagy csak az, hogy elkezdesz táncolni a lakásba, és átmozgatod magad, és az energiákat beindítod, hogy tudjon keringni rendesen, vagy jógázol, vagy elmész boxolni, falat mászni, valami olyan dolgot, amit lehet, hogy eddig nem is csináltál. Nem kell úgy kinéznie ténylegesen, mint egy gyógyító folyamat, nem kell pszichológushoz, vagy mit tudom én, hova járnod ahhoz, hogy ezeken a folyamatokon át tudj menni. Viszont találj magadnak olyan dolgokat, amik segítenek ebbe. Nekem például most hatalmas segítségemre van a jóga, meg a légzésgyakorlat. És ez a kettő segít az energiát átmozgatni bennem. De imádom azt is, hogyha csak reggelbe kapcsolok valami jó zenét, és táncolok körbe a házba. És érzem, hogy az energiák elkezdenek kavarogni, és utána el tudom őket engedni. Tehát a szeptemberi hónapban nagyon figyelj oda arra, hogy milyen szavakat mondasz ki. Mert hihetetlen teremtő erővel bírnak, és egyre nagyobb erejük lesz. Figyelj oda arra, hogy milyen érzéseid vannak, és merd őket megélni, és találj olyan gyógyító módszereket, amik számodra hasznosak. Most lehet ez EFT kopogtatás, lehet ez légzésgyakorlat, jóga, meditáció, tényleg bármi. Ami eszedbe jut, hogy neked eddig segített, az is szuper, viszont hogyha azt érzed, hogy a régi bevált módszereid nem működnek, akkor viszont keresd új módszereket, mert szükség van arra, hogy ezeket az energiákat kiadjuk. Menj el reiki kezelésre, ha még nem voltál. Menj el, nem tudom, lélekmasszázsra, bármi, ami eszedbe jut, és úgy érzed, hogy neked segítene. Mert hatalmas segítségre van most szükségünk abba, hogy ezeket a dolgokat úgy tudjuk elengedni, hogy közben ne érezzük azt, hogy már nem bírom tovább. Nekem is vannak olyan időszakaim, amikor egy héten keresztül olyan információkat kapok, ami egyszerűen én hihetetlen, olyan történések vannak körülöttem, hogy néha alig hiszem el, hogy ez tényleg velem történik. Akár a kezeléseim alatt, akár betekintése, párhuzamos életekben, stb. Vagy éppen az, amikor azt érzem, hogy egy ilyen folyamat után, vagy bizonyos traumák után, amik előjöttek, azt érzem, hogy nekem most 3 napig csak feküdnem kell az ágyba, és egyszerűen nem akarok megmozdulni, mert érzem, hogy a fizikai testem nem bírja. Egyszerűen és több pihenésre van szüksége az embernek ebben az időszakban, mivel a testünk is igyekszik lépést tartani, de sokszor azt mondja, hogy na jó, nekem ez már sok, pihenjünk. És nekem például ez az egyik legnehezebb dolgom, és ezt most akkor korrigáljuk. Ez volt eddig a legnehezebb dolog, és mostantól egyre könnyebb és könnyebb lesz számomra a pihenés megengedése. Mivel fontos gondoskodni a fizikai testünkről, hogy ő is utol tudja érni azokat az energiákat, amik érkeznek. Tehát gondoskodj magadról, legyél figyelmes a szavaidra és az érzéseidre, éld meg azokat az érzéseket, engedd el őket, még akkor is, hogyha fájnak arra pár pillanatra, órára, napra, de engedjük el mindazt, ami nem szolgál minket, és figyeljünk oda arra, hogy mit teremtünk a szavaink által. Hihetetlenül hatalmas erő lakozik bennünk, és egyre nagyobb és nagyobb lesz, és egyre gyorsabban és gyorsabban tudjuk teremteni és változtatni a valóságunkat. Pont azoknak az energiáknak köszönhetően, amik érkeznek most hozzánk. Tehát nagyon fontos odafigyelni ezekre a dolgokra, és hogyha a szeptemberi hónapra valamit ajánlhatok, akkor azok ezek. És mielőtt elköszönnék, itt is szeretném megköszönni mindenkinek azt a rengeteg támogatást, ami eddig is érkezett a tanfolyamhoz, vagy csak szimplán a csatorna támogatás, hogy tudjam továbbra is gyártani nektek ezeket a videókat. Sikerült megvenni a tanfolyamot. Nagyon hálás vagyok nektek, és egyszerűen nektek köszönhetem azt, hogy ami bennem volt érzés, hogy lehet, hogy korábban kiskoromban csalódtam emberekben,
és volt egy ilyen reményvesztett állapotom az emberiséggel kapcsolatban. De amióta nektek készítem ezeket a videókat, és kapcsolódok veletek, és olvasom a hozzászólásokat, a leveleket, üzeneteket, amire nem tudok mindre válaszolni, mert rengetegen írtok, de elolvasom, és hihetetlen, hogy mennyit adnak. Ez pedig, hogy milyen sok támogatás érkezett, és hogy sikerült a tanfolyamot kifizetni. Egyszerűen csak köszönöm, megköszönni tudom. Hihetetlen, tényleg. És nagyon hálás vagyok nektek tényleg azért, hogy támogatjátok a csatornát ilyen formában is, hiszen ez teszi lehetővé tényleg azt, hogy gyárthassam nektek ezeket a videókat, és hogy ezek az információk azokhoz is eljuthassanak, akik esetleg nem tudnak elmenni különböző kezelésekre, és a többi, ahogy korábban is említettem abban a videóban is, a Ha merek kérni megadatik című videóban, ami tényleg az egyik legnagyobb nehézség volt számomra, talán a legnagyobb félelem, hogy azt felvegyem és posztoljam. Maga a belső folyamat miatt, ami zajlott mellé. Egyszerűen hihetetlenül hálás vagyok nektek, és csak megköszönni tudom, és az tényleg, tehát hogy amit adok nektek, hogy ilyen formában megköszöntétek, és hogy támogattatok, egyszerűen így nem nagyon tudom még mindig elhinni. És tényleg nagyon hálás vagyok értetek. Tudom, ezt már mondtam, de egyszerűen úgy érzem, hogy ezt is szavakkal nagyon nehéz átadni. Köszönöm nektek, és köszönöm a jövőben érkező támogatásokat, segítséget is, meg mindenkinek, aki eddig is segített. Egyszerűen hihetetlenek vagytok, és azt hiszem, most már hivatalosan is visszanyertem a bizalmam az emberiségben, és nagyon jó úton haladunk. Köszönöm nektek. Ennyi voltam mára. Remélem tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor írd le a véleményed egy hozzászólásban. Ha nem tetszett, azt is írd meg nyugodtan, nincsen azzal sem gond. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál, legyen csoda szép napod, és sikeres teremtést!